Sziasztok, üdvözlök mindenkit a csatornánkon. Ma december 13-a van, Luca napja, és nagyon-nagyon sok boldog névnapot szeretnék kívánni az összes Lucának, legfőképpen azoknak, akik a rajongóink, és mindig írnak nekünk, tehát tudom, hogy nagyon sok Luca van, aki ír nekünk, úgyhogy nekik vissza is írtam egyébként, nekik írtam is szerintem, de akik nem szoktak írni, és itt vannak, és látják ezt a videót, akkor nagyon boldog névnapot kívánok. Azoknak szeretnék még kellemes ünnepet kívánni, akik ünneplik a Lucát, Luca napját. Mi nem ünnepeljük. Hát nem tudom, hogy ez Magyarországon egyébként miért nem vált hagyománnyá. Nagyon szép ünnep, csak hogy mi nem szoktunk hozzá, ezért nekünk, tehát ezért mi nem ünnepeljük. Észrevettük a kommenteken, hogy nem csak gyerekek írnak nekünk. Ennek nagyon-nagyon-nagyon örülünk. Úgyhogy próbálunk majd olyan videókat is csinálni, vagy esetleg jobban érdekli ezt a korosztályt. Úgyhogy már gondolkodunk rajta. Hát látjátok, hó nem igazán van. Ez egy nagyon-nagyon icipicike, ami ott látszik. Ugye 11 nap van még a karácsony szentestéig, és hát akármilyen meglepő is, de én annyira nagy várakozással várom a karácsonyt, így 40-en túl is, hogy lehet, hogy ez valakinek furcsa, de szerintem ez a legszebb ünnep az egész évben. Sokan tippeltétek meg az orchideának a színét. Hát még nem virágzott ki, de nézzétek meg, hogy ezek a szép kis játszintok milyen szépen kivirágoztak. Még régebben mondtam az egyik videóba, hogy majd megmutatom az ásványaimat is. Nem felejtettem el, mert sokan írtátok, hogy legyen olyan videó. Nem felejtettem el, csak közben jött a Vlogmas, meg szerintem Máltai utazás, meg ilyenek. Úgyhogy januárban erős sort fogunk keríteni. Tehát nézzétek meg, legyetek szívesek azokat a Vlogmas-eket, hogyha otthon vagytok hétvégén, és ráértek egy picit. Mert nektek csináljuk, és nagyon-nagyon sok munkánk van benne. Ugye minden nap videót vágunk, felvesszük. A kommentekre is több órákat töltünk, hogy válaszolunk, úgyhogy nagyon sok munka van benne, tehát szeretnénk, hogyha azért néznétek minden, egy vlogmas sem maradjon ki senkinek. Továbbra is fogunk válaszolni a kommentekre, a szép kommentekre, mert ha ti megteszitek azt ha ti veszitek azt a fáradtságot, akkor mi is próbálunk válaszolni minél több kommentre. Ma nagyon boldog vagyok, és nagyon örülök, hogy végre eljött ez a nap, mert fog valami még történni. Ezt nem árulom el, hogy mi. Majd ki fog derülni a videóból. A királyék is és a liliék is most ugye Luca napját ünnepelnek az iskolában, úgyhogy kíváncsian várjuk, hogy mit csináltak ebbe az évbe. Ugye a királynak most kezdődött a gimnázium ebbe az évbe, tehát ő még nem tudja, hogy mi szokott abba a gimibe lenni, de remélem vesz fel valami részletet belőle. Úgyhogy majd meglátjuk. Och applåderna viner! Ashwini, Ashwini!
Igen. Yeah, I want me to bringe. Yeah, I want you to bringe. Igen, ez volt az ő magyarja. Szóval most lett vége a Luciának, vagy hát a Lucának. És kaptam ilyen glöggöt. Ez a svédeknek egy ilyen innivalójuk, amit karácsonykor isznak. És meg lehetett fagyni kint. Mennyit hátunk 20 percet. Szóval nem volt olyan hosszú, de igen, énekeltek, és a harmadikosok álltak ott, akik felvették a sapkát. Igen. Lilike a legszebb báli ruhájába ment, úgyhogy majd ő is gondolom mesélni fog, hogy mit csináltak, mi volt. Svédországban egyébként a Szent Lucát a fény ünnepének tartják. Innentől kezdődik nekik a karácsonyi időszakuk. Itt ez a felkészülés időszaka. Teljesen eltérő módon ünneplik, mint Magyarországon. Itt minden iskolába, városba, faluba választanak egy lányt, aki egy hagyományos fehér hosszú ruhába öltözik, a fejére pedig egy égő gyertyából álló koszorút vesz a fejére. Mostanában sok ilyen elektromos gyertya van, tehát nem igazi gyertyák. Viszont volt olyan, hogy templomba voltunk, és ott, akit Luciának választottak, képzeljétek el, hogy 7 égő gyertya volt a kislány fején, úgyhogy én végig imádkoztam, hogy ne történjen semmi, ne gyulladjon meg a haja, nehogy leessen olyan egy gyertya, és a mellette levő gyerekre ráessen, tehát katasztrófa volt, végigizgultam. De nagy rész most már az iskolákban ilyen elektromos gyertyák vannak a fejükön, és úgy énekelnek. Akiket megválasztanak Lucának, Szent Luciának, azt általában a helyi újságokba beszokták tenni, az iskolákból. A város is szokott választani magának Szent Lucát, és ők bekerülnek a helyi lapokba is. Tehát itt nagyon nagy tradíciója van ennek a napnak. A Luca a Lux névből ered, ez eszem egy latin név, és a fény. Itt azért is van az, hogy ugye a gyertyákkal a fejükön énekelnek, és a sötétséget próbálják elűzni. A lányoknak, a királynak és a lilinek még nem ajánlották föl soha, hogy legyen Szent Luca. Általában ezt tényleg csak svéd lányok kapják meg ezt a szerepet. Igazából ilyen fehér hajú lányok. Képzeljétek el, most főzés közben vettem észre, hogy olyan gyönyörűen elkezdett havazni. Tök jó! Lilike biztos örül neki. De nekem is nagyon tetszik. Az az igazi, szép, olyan... Nincs szél. Annyira szép, nézzétek! Gyönyörű nagy pelyhekbe esik. Remélem meg is marad. És most megyek a Liliért. Egy kicsit elkezdett fújni a szél, de még mindig esik a hó. Kicsit hunyorgok, mert szemembe megy, és nem kellemes. Úgyhogy biztos már nagyon örül neki, hogy esik. Talán megmarad, hát nem tudom. Reméljük. Mert sokkal szebb látvány ez a havas tej, mint a kopás szürke. Úgyhogy aztán még megyünk vásárolni, úgyhogy később találkozunk. Hazaértünk, és nézzétek meg, itt mögöttem látszik, mekkora gyönyörű hó lett. És még képzeljétek el, hogy mi mindig esik, megmarad, úgyhogy nagy a boldogság. Kira nem sokára jön haza, úgyhogy Lilike még pihen egy picikét. Most eszik, palacsintát sütöttem. Úgyhogy, igen. És érzitek, hogy kijött el hozzánk. Ezért vártuk ennyire ezt a 13-át, mivel végre eljött hozzánk a mamánk. És természetesen olyan aranyos mamánk van. Hozott egy csomó ajándékot nekünk. És, igen. Igazából karácsonyra, de a felét azt mondja, odaadja, hogy boldogok vagyunk, igaz, mama, azt mondtad. De mondta, hogy már boldogok vagyunk, hogy ide jött. És nézzétek, hogy olyan mikor hozott, szóval holnap csinálunk nektek egy hol videót, és igen. Nem működött ez az országok szerinti valami, úgyhogy ezt felejtsétek el az egészet.
Folytatjuk a kérdésekkel, hogy mondjuk a kérdéseket, és az első, a négy, aki válaszol rá, az lesz benne a következő videóban, és a mai kérdésünk az az, hogy nálatok leesett-e már a hó, vagy hogy esik-e, és itt képzeljétek el, már ekkora hó van, de legalább már megmaradt, már egy párszor esett a hó, de nem maradt meg egyik alkalommal se, de most megmaradt. Szóval nem, most nagyon örülünk, és képzeljétek el, nekem holnap nincsen iskola, egyébként ma csütörtök van, és holnap péntek, és nincsen iskola, mert elmaradnak az óráim, meg bonyolult, szóval igen, és a nőkeim meg sajnos vannak. Látjátok szerintem rajta, hogy mennyire ideges. De jó lesz neki, mivel megint ünnepelni fognak, és az utolsó nap a héten, péntek, jók a péntekek mindig, és igen, szóval kibírja. És utána a hétvége végre itt van mama, meg itthon leszünk, nem tudom, mi csinálunk, de elmegyünk. Majd. De ti úgyis meglátjátok, hogy mit csinálni. Igen, és most mondjuk a négy nevet. Az első, Szohetünde, Simon Rosalia, Kovács Aréna, Benus 07. Igen, nagyon szépen köszönjük nektek, hogy követtek minket, és hogy be van kapcsolva a csengő, mivel ezért lettetek az első négy között, akik válaszoltak a kérdésünkre. Szóval ti is kapcsoljátok be a csengőt, ha így benne szeretnétek lenni, és válaszoljatok a következő kérdésünkre. És... Na, nézzétek a többi videóinkat, ha nem láttátok valamelyik vlogmest, azt mindenképpen nézzétek meg. Történnek furcsa dolgok velünk minden nap, de szerintem szoktátok látni ezt az index képeken. Igen. Iratkozzatok fel a csatornánkra, ha még nem vagytok, kapcsoljátok be a csengőt. Ha még nem láttátok valamelyik vlogmest, azt mindenféleképp nézzétek meg. Tényleg nagyon sok energiát belerakunk ebbe, és ez a mindennapi vlogolás, ez elég fárasztó. Ugye meg kell tervezni, hogy hogy csináljuk, mit csinálunk. Meg kell szerkeszteni, felrakni, szóval ez lehet, hogy nem hangzik annyira nehéz munkának, de elég nehéz és fárasztó. Nézzetek minket. És találkozunk holnap a következő vlogmezben. Meglátjuk, hogy milyen érdekes dolgok fogtok szívenünk. És ha nézitek, akkor talán nem fogjuk abba hagyni a YouTube-ozást. Találkozunk a következő videóban. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!